Június közepére igazi nyárias időjárás köszöntött be országszerte. Ezekben a napokban főként hétvégente egyre többen pihennek szabadtéri strandokon. A rendőrség szerint viszont ilyen esetekben érdemes óvatosnak lenni. A figyelmetlenségből kifolyólag ugyanis könnyen károsulttá válhatnak a fürdőzők. Az autóban soha ne hagyjunk olyan értéket látható helyen, amely esetleg felkeltheti azoknak az érdeklődését, akik az értékeinktől meg akarnak bennünket szabadítani. Természetesen az is nagyon-nagyon fontos, hogy sem a gyermekünket, még akár néhány perces vásárlás erejéig sem a házi kedvencet ne hagyjuk az autóba úgy, hogy az ablakot nem húzzuk le, vagy esetleg a gyermekek mellett természetesen egy felnőtt embert nem hagyunk, aki vigyáz őre. A rendőrség szóvivője szerint az sem jó megoldás, hogy a strandon az értékeinket törölközővel takarjuk le. Ehelyett érdemesebb azokat az autó csomagtartójában hagyni. Másik nagyon fontos, hogy nagyobb értékű telefont soha ne vigyünk magunkkal a strandra, hiszen azt, ha látványos helyen hagyjuk, vagy akár csak az előbb említett módon egy pléddel letakarjuk, az szintén figyelemfelhívó lehet a trükkös tolvajoknak a számára. A szakértő arra is figyelmeztet, hogy az iratokat szintén ne vigyük a vízpartra, ha ugyanis azoknak nyoma vész, több hétbe és súlyos tízezrekbe is kerülhet a pótlásuk.